300 féle fertőzést terjesztenek a kulancsok, a leggyakoribb a kistességben azonban az agyvélőgyulladás, melyet vírus okoz, illetve a Lyme-kor. 2010-ben kiogróan magas volt a Lyme-fertőzöttek száma, 72-en betegedtek meg. Idén eddig mindössze 6 esetben volt szükség orvosi kezelésre. A szakemberek azt mondják, javallott még a téli időszakban beoltatni magunkat, azonban ha valaki ezt elmulasztotta, még pótolhatja. Mindkét Magyarországon forgalomban lévő vakcina esetében van úgynevezett gyorsított séma, így sokkal ta, rövidebb idő alatt fel tudja venni az érdető a védőoltásokat. A kullancsok nem csak az emberekre, de házi kedvenceinkre is veszélyt jelentenek. Őket is többféleképp óvhatjuk a fertőzéstől. Létezik számukra is lime elleni védőoltás, de használhatunk cseppeket, illetve kullancsriasztónya körvet, valamint érdemes a séta után átvizsgálni kedvenceinket. Ám hiába az óvatosság, naponta 5-10 kutya kerül kullancsfertőzéssel az állatkórházba. Az agyvelőgyulladás Ritkában fordul elő a négy lábúaknál, a lánykor és a babézia azonban gyakrabban. Utóbbi lappangási ideje akár három hét is lehet, aztán jelentkeznek a tünetek. Rogyadozik, szédeleg, elbújik, sokat alszik az addig aktív kutya, nem eszik, folyik a nyála, hányogat esetleg, a hányás az rettentő sárga a nagy mennyiségű epe miatt, hasmenéses lehet esetleg, élénk sárga hasmenése van, és ami régen nagyon jellemző volt, hogy vért pisil. A kullancsok számára az ideális életére a nedves, nyírkos, árnyékos ajnövényzet, ezért ha kirándulni indulunk, használjunk kullancsriasztó készítményeket, valamint figyeljünk oda öltözékünkre is.